Dr. Bejek Zoltán vagyok, a szemmelvész egyetem ortopéd klinikáján dolgozom, mint egyetemi docens. Több mint 20 éve dolgozom az egyetemen, és gyakorlatilag azóta foglalkozom protetikával, számítógépes navigációval, és most új szakterületem, amelyre fejlődök gyakorlatilag folyamatosan tovább, az a robotika, és úttörő szerepet szeretnék abban felvállalni, hogy Magyarországon elterjedjen a robotsebészet a mozgásszervés sebészetben is. Nagyon izgalmas terület azért, mert láttam azokat az embereket, akik hatalmas fájdalmammal alig járóképes állapotban bejöttek a rendelőbe, aztán a műtőbe, és a műtő után, ugye műtét után távozva, haza meg felépülve megváltozott az életük, és ez nekem nagyon tetszett. Tehát kerestem mindig a tökéletes műtétet, szerintem minden sebész a tökéletes műtétet keresi. A számítógépes navigáció gyakorlatilag úgy működik, hogy pontosabbá teszi a műtéteket. Ez azért fontos, mert icipici eltérés a protézisek implantációjánál az gyakorlatilag egy panaszok forrása lehet. Elkezdtem a feltárások módját keresni, az érzéstelenítés módját keresni, ugye mert tudjuk azt, hogy a feltárás módja milyen fontos, akár egy csíp vagy egy térműtétnél, és az ember sok ilyen információt hogy összegyűjt, hogy mi szerintem a jó, mi szerintem a rossz, akkor saját magát is felépítheti. Aztán ugye a számítógépes navigáció mellett egyszer csak hogy elkezdett megjelenni a robot. Segít tervezni műtét alatt, gyakorlatilag nem csak azt, hogy nézzenek ki a tengelye meg a pozíciója a protézisnek, hanem azt is, hogy aztán ez a lágyrész egyensúly, amit be kell állítani a műtéteknél, illetve minden egyes izületi állásnál ez a lágyrész feszessége, ez gyakorlatilag tökéletes legyen. Ugye furcsa izületet ért, és ennek műtét után viszont úgy kell siklania, mint a csapágygolyónak a csapágypersen belül, és ezt nagyon nehéz elérni. És ebben segít a robot, ugye a robot úgy néz ki, hogy van nekünk egy ilyen számítógépes navigációs alapja, tehát a számítógéppel, ami a központi egység egy ilyen robotnak is, megismertetjük a térdizületet, és azzal ugye gyakorlatilag ami adatra szüksége van a robotnak, azt mind bevisszük, kapunk egy csomó információt a géptől, összesítve ezeket a bizonyos adatokat, és a háromdimenziós rekonstrukcióban gyakorlatilag egy tervező sablont, amit az ember a műtét alatt úgy forgathat a kezével, virtuálisan, hogy szeretne, és arra ráilleszti magát az implantátumot. Ugye azt is meg tudjuk csinálni, hogy a minden egyes mozgásfokban megnézzük a stabilitását a térnek, tehát a szalagoknak a feszességét vagy lazaságát, és akkor ezt hozzá tudjuk még alakítani a mi tervünkhöz. Nem a robot operál, ez nagyon fontos dolog, hanem mi operálunk a robot segítségével. Az azt jelenti, hogy a robotnak a úgynevezett kivitelező készülék részét, ami kifaragja nekünk azt a térdet úgy, hogy szeretnénk, tehát a csontos felszíneket úgy munkálja meg, hogy aztán az a protézis a tervezett módon passzoljon rá, vagy üljön rá a betegnek a térdére. És ez azért fontos, mert gyakorlatilag a térdre egyére specifikusan tudjuk ráilleszteni a térimplantátumot, ehhez ad gyakorlatilag plusz a robot, mert ezzel a készülékkel teljesen egyére tudjuk szabni a műtétet, tehát teljesen olyanra, amilyen a beteg szempontjából a legjobb. Tehát ez a megmunkáló készülékkel gyakorlatilag fél milliméter pontosággal meg tudjuk tenni. Hogy is néz ki egy térprotézis műtét? Ugye nagyjából így néz ki a csontos végeredménye. Gyakorlatilag, hogy a térprotézis maga egy ilyen vékony héj. És ez a vékony héjnek kell megcsinálni a helyét, a comcsontnak a végén, ez egy szögletes alakú, tehát nekünk egy ilyet kell vágni. És ugye ebben segít szintén a robot technológia, hiszen be tudjuk vele állítani, hogy gyakorlatilag a halításkor, nyújtáskor vagy félhajított állapotban is a szalagok azok tökéletesen feszüljenek, tehát ne túlságosan és ne legyenek lazák sem. Így néz ki egy csípőprotézis beültetés utáni állapot, hogy teljesen más, mint a térd, ugye van nekünk egy persejünk gyakorlatilag a csípőizületben, és ebben a persejben mozog maga a műcsípőnek a feje. Ugye az egész csípőt több szalag és több izom veszi körül, tehát egy nagyon védett rendszer, úgy szoktuk mondani, egy megbocsájtó bizület, tehát kicsit másképpen helyezzük be a komponenseket, félhetőleg nem történik semmi baj, ebből és a beteg hosszú-hosszú ideig ugye tudja jól viselni a csípőprotézist. Mert hogyha jól kalibráljuk, jól ültetjük be a protézist, akkor kificamodásnak a lehetősége sokkal kisebb vagy zéróra válik. Hát hogy is néz ki egy ilyen mozgásszervi sebészeti robot? Gyakorlatilag ilyen kézi eszköz, úgy néz ki, mint egy pisztoly van a kezében. Ez a pisztoly csak akkor dolgozik, ha megfelelő helyen van, tehát amikor bekapcsolja a sebész, ugye pedállal működteti, bekapcsolja a sebész, semmit nem csinál ez a maró pisztoly, abban addig a pillanatig, amíg jó helyre nem rakjuk. Gyakorlatilag ahova nem kell, hogy rakjuk, ott nem fog működni, senkiben nem tesz kárt.
hanem amikor arra megfelelő helyre rakjuk, akkor viszont ez kiugrik egy kis maró eszköz, maró kis fejecske, ez a maró fejecskével gyakorlatilag ugye megfelelő formára tudja sebész alakítani a csontoknak a végét, és fontos ezt, hogy ezt a csontról bármikor elveheti a sebész, bármikor visszarakhatja, megállhat, módosíthatat, bármit csinálhat, és az összes ilyen ledolgozott felszínnek az állását utána azt ő ellenőrizést tudja robotnak a segítségével. Tehát gyakorlatilag a robot segít, és állandóan az embernek a kontrollja alatt van. Abban a szerencsében lehetett részem, hogy többfajta eszközt is megismerhettem. A jó robot az, ami pici szinte észre se lehet venni, úgy dolgozik, hogy a sebésznek a keze alá, viszont nagyon okos. Jelenleg, ami nekem nagyon tetszik, ugye van a Smith & Nephew-nek egy Cori nevű robotja, ami ezeknek a kritériumoknak megfelel, tehát ez azt jelenti, hogy nagy robotkarokkal nem rendelkezik, tehát nem foglal akkora helyet el a műtőben. A szerkezetéből és a kialakításából adódóan lehet integrálni magában a műtőben. Azért nagyon fontos, mert természetesen, hogy az ember nem csak ugye robot technológiával végzett műtéteket hajt végre, mindenféle más műtétet, amihez nem kell a robot, például egy térdízéleti tükrözés, szalagpótlás, stb. Tudomásom szerint, hogy ez egyetlen olyan robotikai eszköz, ami gyakorlatilag egy úgynevezett mesterséges intelligencia rendszerre csatlakozik, illetve arra épül. Ez azt jelenti, hogyha Mr. Jones operál egy műtétet mondjuk Amerikában, vagy Chevalier doktor Franciaországban, vagy Bejek doktor Magyarországon, gyakorlatilag az összes adatot ez a rendszer egy hálózatba begyűjti, és abból okosodik. És ez a bizonyos egyénre szabott voltát a műtétnek az abszolút segíti. Tehát magyarul az a robot, amelyik kis helyen elfér, és az, amelyik okos és akár mesterséges intelligenciát is tud valóban használni, szerintem az egy nagyon jó robot, és hát nekem ezért tetszik a Cori, mert ez a robot gyakorlatilag ezt mindent tudja csinálni. Akár egy közepesen jó tudású sebészből egy nagyon jó sebész tud csinálni a tanácsaival, vagy pedig a jó sebésznek mindig ezt a jó sebész szintjét, színvonalát tudja gyakorlatilag megtartani. Rossz napon, jó napon is, első műtétkor, ötödik műtétkor is, ha esik, ha fúj, vannak olyan műtétek, amikor ugye végzünk röntgenfelvételeket, ez a térnél ritka, inkább csípőnél szoktunk ilyet. Ez is tetszett meg többek között, hogy a korimenára nincs szükség. Tehát gyakorlatilag a csípőprotézis beültetést, amikor végezzük a robot technológia segítségével, akkor nincsen szükség képerősítőre sem. Ellenben ugye a többi robotikai eszköznél, ami viszont igényel képerősítőt a műtét alatt. Ez a Cori robot egyébként azért izgalmas szerintem, mert nagyon sokfajta térdimplantátumnál lehet használni, akár ilyen fél protézisnél, tehát amikor nem teljes felszínpótlás van, akár teljes protézisnél, sőt revíziós, tehát úgynevezett protézis csere műtéteknek az elvégzésében is segít nekünk, ami nem minden, sőt nagyon kevés robotikai eszköz enged meg magának. Maguk a protézisek, amiket használunk, a Smith & Nephew termékek, amit ugye a Cori támogat, gyakorlatilag ezeknek nagyon jó minőségük van, egyedülálló talán abban, hogy oxinium alapanyagból készülnek, ami egy nagyon hosszas kihordási időt enged meg, gyakorlatilag a rendszerek, hogy 30 évesen kihordási vagy kopásállóságot biztosít, ami mindenképpen egyedi megoldás, vagy egyedi tulajdonság ennek a protézisnek. Igazából ez a robotsebészeti metodika az jó a betegnek azért, mert ugye egy pontosabb és egy korrektebb műtétet kap. Másrészt nem csak aznak a betegnek jó, akit megoperálunk vele, hanem a jövő generációjának is, hiszen ugye Semmelweis Egyetemen dolgozva, ugye nem csak a beteg gyógyítással és a kutatással, hanem az oktatással is foglalkozom. Gyakorlatilag már most elkezdte megváltoztatni, megformálni a műtétekhez való hozzáállását ezeknek a rezidenseknek, és én is örömmel látom azt, hogy jönnek és segítenek, és szeretnének ott lenni a műtétnél, és tanulni akarnak belőle, mert tanulnak. És ugye ez a generáció talán már ezzel a robotsebészettel együtt karöltve fog felnövekedni, és úgy gondolom, hogy ez akár robottal, akár robot nélkül történik a műtét, biztos, hogy sokkal pontosabban és sokkal precízebben fognak operálni, és egész más filozófiával fognak hozzáállni ezekhez a műtétekhez, ami nem a jelen, hanem a jövőbeli betegeknek a helyzetén és a gyógyulásán fog segíteni.